Jó estét kívánok! Hát csapataink egyre inkább bekapcsolódnak a különböző bajnokságok vérkeringéseibe. Ugye a Vidi már el is kezdte, és hát ahogy ilyenkor lenni szokott augusztus közepén, már arra készülünk, hogy augusztus végén, szeptember elején elkezdjék a női kézilabdázók is. Így az Albafehérvár KC jövét pénteken majd megkezdi szereplését a női kézilabda NB1-ben, úgyhogy hát aktuális a mostani beszélgetés, van miről beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban Deli Ritát, az Albafehérvár KC vezetőedzőjét. Szervusz! Szervusz! Hát túl vagyunk az utolsó felkészülési mérkőzésen, ugye tegnap lejátszottátok, a francia Besançon ellen egy 2 gólos vereséggel búcsúzott a felkészülés eddigi szakaszától a csapat, amivel sem baj nincs, mert volt itt ugye korábban olyan felkészülés, hogy gyakorlatilag Dunaújvárostól kezdve Siófokot mindenkit megvertünk, és aztán annyira meg a bajnokság nem ment, úgyhogy ezzel szerintem sem baj nincs, de összességében hogy látod a tegnapi felkészülési mérkőzés, az mennyire volt egy élesnek vehető főpróba a jövő pénteki Moson-Magyaróvár elleni mérkőzés előtt? Ez egy teljesen éles mérkőzés volt, ezért is volt zárt kapus, illetve egyik része, ez olyan támadási variációkat próbáltunk gyakorolni, hogy védekezésben is olyan dolgokat, ami már célzottan ugye a Moson-Magyaróvár ellen, az első bajnoki mérkőzés ellen volt célzott feladata a csapatnak. Természetesen az ellenfél csapata egy nagyon-nagyon dinamikus játékot, egy nagyon agresszív játékot és gyors játékot játszottak, úgyhogy megmondom azt, hogy nagyon jó edzőpartnernek bizonyultak. Természetesen itt most már éles helyzetek voltak. Az, hogy az eredmény hogy sikerült, annak nagyon-nagyon sok összetevője volt, amiről biztos, hogy fogunk is majd beszélni. Ez egy nagyon újjá alakuló és nagyon új csapat lesz, akit jövő héten a fehérvári közönség látni fog. Úgyhogy még azt gondolom, hogy még bőven a felkészülésünk hát közepén tartunk valahol. Az. Úgyhogy másfél hét múlva kezdődik a bajnokság, ez nem feltétlenül jó hír, de akkor ugorjunk vissza a felkészülés elejére. Ugye volt ott egy sajtótájékoztató, amelyen nagyon sok új játékos ült ott, de ami szintén ugye hírértékkel bír sajnos, hogy rögtön volt 3 kiváló, akik ugye hosszabb, rövidebb ideig, inkább hosszabb ideig nem állnak a csapat rendelkezésére, ugye a 2 sérült Varga Emőke és Hafentárására, valamint ugye az anyai örömökkel inéző Mayer Krisztina személyében. Az ő pótlásuk mennyire sikerült? Hát egy kicsit oda kanyarodnék vissza, ami a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy nagyon jól sikerültek az igazolások. Most már ezt sajnos feltételes módban tudom mondani, mert még a szezon nem kezdtük el, és ők 3 a felkészülésünk megkezdése előtt már ugye kiestek. 2 fiatal játékos, Sára és Emőke, ők, én azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy a kezdősorunknak meghatározó játékosai lettek volna, sajnálatos keresztszalagsérülés miatt, ami még a Győr színeiben, illetve a junior válogatott felkészülése során történt. Ez a sportban sajnos benne van, nem jókor jött, és hát nyilván ez most velünk történt. Mayer Krisztina kiesését, ami ugyancsak váratlan dolog volt, hogy anyai örömök elé néz. Őt próbáltuk pótolni, én azt gondolom, hogy Töfner Alexandra személyében egy nagyon gyors, és azt gondolom, hogy egy jó kiegészítő szerep lesz Szabrina Zazaival a jobb szél pozíciójában, úgyhogy őt azt gondolom, hogy tudtuk pótolni. De hát itt nem szeretnék megállni, és az újabb hát jó hírt és anyai örömök elé néző Temes Bernadett is kiesett a csapatunkból, úgyhogy múlt héten jelentette be a csapat és az egyesület számára, hogy számára véget ért a szezon, és hát lehet, hogy a pályafutása is, de ezt majd nyilván majd ő elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly veszteség a csapat részéről, hiszen egy olyan tapasztalattal, rutinnal rendelkező, komoly mérkőzés számmal bíró játékos esett ki az irányító pozícióból, ami azt gondolom, hogy most jelen pillanatban pótolhatatlan. Úgyhogy nagyon sok megoldandó feladat jött szembe velem és a csapattal szembe, úgyhogy először át kellett rendezni a támadó taktikánkat, a védelmünket ugye a Sára, a balkezes átlövő kiesésével, aztán kiesett Varga Emőke ugye a 3-as pozícióban, beálló pozícióban. Itt szeretném elmondani, hogy Mucu Giannit leigazolta az egyesületünk,
aki részben akinek tudja csak pótolni. A neve külföldi hangzás, de egy magyar nagyon fiatal, nagyon tehetséges beállós. Így van, így van. Úgyhogy ő hármas pozícióban, kettes pozícióban is alkalmas bármelyik védő helyzet megoldására beállós. Hát Temes Bernadettnek a pótláson azt gondolom, hogy jelen pillanatban megoldhatatlan. Egy ilyen szintű játékost, ilyen rutinnal nagyon-nagyon nehéz pótolni, és hát jövő héten kezdődik a bajnokság. Úgyhogy mondhatom azt, hogy most már jön a CD terv, de itt most már nincsenek ilyen tervek, hiszen olyan fiatal játékosok vannak ebben a pozícióban, Rózsás Zsozefin, Pillár Kármen, Hudránik vagy Besszer Bori, akik hát mögött nem sok NB1-es tapasztalat van, nyilván Rózsás Zsozefin mögött már azért van a tavalyi évet tekintve, de főszereplőként egy csapat irányítása az nagyon-nagyon komoly felelősség és nagyon komoly tudást igényel. Nagyon sok minden fölmerült bennem, de először az a része a dolgoknak, hogy mennyire volt meglepő, akár mondjuk Maier Krisztina, akár Temes Bernadett esetében ez a bejelentés, hiszen te is profi játékos voltál, édesanyja vagy, hiszen hát ez nyilván az ember valamilyen szinten, főleg a pályafutásában ez tervezi, és azért ez nem olyan, mint egy irodai munka, hogy még mondjuk 7-8 hónaposan is az ember be tud járni dolgozni, gyakorlatilag azonnal, szinte azonnal ki kell szállni. Mennyire volt ez meglepő? Gondolom Temes Bernadett esetében maximálisan. Mind a kettő esetében meglepő volt. Tehát mind a kettő esetében ez abszolút nem, hát részünkről nem tervezett, hiszen az igazolásokat úgy alakítottuk. Temes Bernadett most a tavasz folyamán hosszabbította meg a szerződését. Maier Krisztinának élő szerződése volt, tehát én azt gondolom, hogy a szándék részünkről mindenképpen az volt, hogy rájuk építünk, és ezért sem történt ugye egyéb igazolás ezekre a pozíciókra. Úgyhogy ez egy ilyen ki nem küszöbölhető hír, és egy kicsit ilyen meghasonult állapot, hiszen anyaként én teljesen megértem, és sok örömet kívánok nekik, de olyan helyzetbe kerül így a csapat, hogy ez egy egész éves szezont befolyásolható tényező lehet. Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert nyilván, hogyha most itt valamelyik játékos közölni a menedzsmenttel, hogy mi a párommal próbálkozunk, akkor nyilván ott már fölmerül, hogy akkor kellene hozni a helyére valakit, vagy mellé. Akkor lehet, hogy ő háttérbe szorul. Lehet, hogy valami oknál fogva mégsem sikerül a pestiesen fogalmazva összehozni. Ez azért nagyon nehéz kérdés szerintem, de mégis azért valahol, ahogy te is mondtad, hogy hogy magához, az anyasághoz az ember nagyon-nagyon örül, de hogy picit ilyen cserbenhagyás érzése van az embernek. Még akkor is, hogyha tényleg igaz az, amit én elmondtam, hogy a mai rohanó világban, meg ebben a sportot is átszövő maximalizmus mellett nagyon nehéz azt közölni, hogy én most akkor szeretnék gyereket, és ez irányba szeretnék elmozdulni, és játszom, ameddig játszom. Talán külön kell választani, hiszen különböző életkorú játékosokról beszélünk. Temes Bernadett személyében ugye az volt a megállapodás, hogy jól érzi magát, jól ment neki a játék, tényleg nagyon jó összeszokottságot tudott produkálni azok a játékosokkal, akik itt maradtak, és hát ezért is lett még egy év hosszabbítás mind a kettőnk részéről. Én azt gondolom, hogy itt a felelősségvállalás az egy nagyon-nagyon fontos szerep, és egy nagyon fontos feladat a játékos részéről is, hiszen az Egyesület vállalta, hogy őt további egy évre finanszírozza, és ezzel az ő pozíciójában nem igazoltunk másik játékost, pontosan azért, mert neki kell ezt a feladatot megoldani, a fiatal játékosokkal együtt most olyan helyzetbe kerültünk, hogy egy űr, tehát egy űr hagyott maga mögött, és azért az irányító posztot tudni kell, hogy bármelyik láncszem kiesik, azért az irányító pozíció az nem egy egyszerűen pótolható, hiszen az összes játékrendszert, az összes figurát ő irányítja, tehát ez egy olyan fontos szerepkör, hogy hát gyakorlatilag a vár összeomolhat, és ez nagyon-nagyon sok munka és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy bizonyos dolgokat tudjunk kompenzálni. Hát visszatérve a gyermekvállalás kérdésére, azért a mai 21. században én azt gondolom, hogy erre különféle megoldások azért vannak, és ez nem egy egyéni sport. Tehát itt olyan felelőssége van a játékosoknak, hogy ez egy csapatjáték, tehát nem csak önmagáért felelős, hanem a csapatáért, és hát így most én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon helyzet.
Hát akkor beszéljünk arról, hogy akkor valóban Rózsás Zsozefin és Piller Kármen lesznek azok, akik mondjuk az első mérkőzéseken kezdőként vagy egymást váltva próbálják majd mozgatni, irányítani a csapatot. Mit szóltak ők egyáltalán ehhez? Hiszen nyilván azért ők tisztában vannak azzal, körben néznek, akkor mi maradtunk ketten, meg még két fiatal. Mi lesz most? Igen, tehát ők fogják megoldani, ebben még be fog csatlakozni Hudránikő, akitől én most már sokat várok. Nyilván most olyan játékosokról beszélünk, Piller Kármen a két éves, mondhatom azt másfél éves kihagyás után kell, hogy meghatározóvá váljon. Olyan játékidőket tudnak még egyelőre játszani, ami még 10-15 perc. Tehát ahhoz, hogy ők támadásban, védekezésben hozzá tudjanak tenni, hiszen az edzés az egy teljesen más játékhelyzet, amikor stressz helyzetben megoldandó feladat elé kell, hogy álljanak, olyan fizikális igénybevételnek vannak kitéve, hogy ezt még nem bírják. Ez az edzőmeccseken meg is mutatkozott. Tehát vannak 5-10 perceik, ezeket fogjuk próbálni stabilizálni, de hát nyilván ebbe bele kell cserélni, mert nem fogják bírni, tehát őket olyan szintre kell majd hoznunk, hogy a játékidőben minél többet bírjanak. Még ott van Besser Bori, aki gyakorlatilag 2002-es születésű játékos, nagyon-nagyon csillagtatja a tehetségét, de hát azért ő még fizikálisan egy magas játékosról beszélünk, komoly játékintelligenciával rendelkezik Bori. Úgyhogy egy csomó olyan emberről beszélünk, akik a jövő emberei lehetnek, de most jelen pillanatban nagyon kell bennük bízni. Én azt gondolom, hogy olyan típusú játékosok, akik meg is szeretnék mutatni, tehát ez mindenféle kétséget kizáró, hogy ők ne szeretnék megmutatni, de egyelőre a képességeik még természetesen nem összehasonlíthatóak egy rutinos irányító játékoséval. Hát vagy ott van Claudine Mendy, aki már szinte mindent játszott ebben a csapatban, csak meg a pályafutása során is. Igen. Mennyiben módosultak egyébként akkor így ezáltal a célok, ugye a sajtótájékoztatón, a szezon, vagy hát a felkészülés elején ugye két év után először elhangzott a nemzetközi kupaindulás kifejezés. Mennyiben módosultak így a célok? Hát mindenképpen azt gondolom, hogy át kell értékelni. Tehát azzal a csapattal én azt gondolom, hogy ez egy reális elvárható feladat lett volna, mert ezzel azt gondolom, hogy kapuban Attingrében nagyon sokat erősödtünk, és az ő játékstílusa, az ő extázisa, olyan pluszokat tudott belehozni a csapatba, itt az edzőmérkőzéseken ez már is mutatkozott, viszont ezek a kiesések, ezek hát azért nagy mértékben hátrányos helyzetbe hoztak minket. Hát az, hogy kupa szereplő helyen, azt gondolom, hogy tehát ez egy álom kategória. Hogyha a realitásokat nézzük, akkor nekünk minden mérkőzésre nem lehet azt mondani, hogy kötelező, mert azt gondolom, hogy ezek után nincs olyan mérkőzés, amire azt mondhatnánk, hogy kötelező. Hát a pontokért nekünk majd nagyon meg kell küzdeni, és talán abban reménykedhetünk, hogy a hazai pályánk, ami volt mondjuk tavaly a szurkolókkal megtámogatva, és nagyon várjuk, hogy továbbra is sokan kilátogassanak, és ezt a fiatal, és mondhatom azt, hogy rengeteg fehérvári játékossal megtűzdelt csapatot tényleg támogassák, viszont ahhoz, hogy életben tudjunk maradni, ahhoz nagyon-nagyon határainkon kell, hogy teljesítsünk, és ez nagyon-nagyon nehéz lesz hétről hétre. Akkor nem alszol nyugodtan? Hát egyáltalán nem. Úgyhogy mindenféle jár a fejemben, mindenféle olyan dolog, hogy mi az a játék, amiben esetleg még jobban leegyszerűsíteni, még inkább a játékunkat átformálni, csak ez most már annyi féle variáció, hogy az a fajta biztonság az most a játékosokban sincs meg, és hát ezt a lehető legrövidebb úton valamivel próbáljuk kompenzálni. Hát nyilván nagyon sokat fogunk edzeni továbbra is, vagy még többet, hogy még többet tudjunk gyakorolni, nagyon sok videóelemzés lesz, úgyhogy hát kiderül nagyon gyorsan, hogy mire leszünk képesek. A csapaton belül milyen
így most a hangulat, hogy kicsit elbizonytalanodtak, vagy inkább azt mondják, hogy na jó, hát most akkor ennyien vagyunk, akkor mutassuk meg így. Mert tényleg rengeteg a fiatal, tehát itt végignézzük, tényleg gyakorlatilag 4-5 rutinos játékosnak a nevével lehet találkozni, és akkor ebben benne van tényleg a Tingri a kapuban szintén. Tehát milyen a hangulat, milyen a hozzáállás a lányoknak? Mennyire hozza ki belülük tényleg az igazi sportembert, hogy mennyire van úgy, hogy mondjuk tényleg, mert Temes Bernadett picit ilyen tyúkanyó típus is volt, tehát hogy most akkor elment a tyúkanyó? Biztos, hogy van bennük bizonytalanság, hiszen minden nap, vagy minden héten történt valami bejelentés. Vagy sérülés, vagy még nem jött vissza a szabadságra, vagy visszajött, és akkor egyik babát vár, másik babát vár. Úgyhogy viccesen, mikor így összeállunk edzés előtt, akkor... Van-e valakinek valami mondani így valója? Így van, és mondtam, hogy senki ne hívjon, nem veszem fel a telefont, tehát ezek után most már semmiféle ilyen hírra nem vagyok kíváncsi. Most a viccet félretéve, nyilván nekik sem egyszerű ezt feldolgozni, viszont, amit mondtam, hogy a nehézségekben derül ki, hogy ki milyen sportember, és ki mire képes. Tehát most olyan ajtók nyílódnak meg, vagy nyíltak meg játékosok előtt, amivel élni kell. Én azt gondolom, hogy van bennük becsvágy, és én azt is várom tőlük, hogy akkor most tényleg mutassák meg, mert bőven lesz rá lehetőségük a fiataloknak. És akkor jövő hét péntek, ugye, Mosonmagyaróvár, játszottatok velük, ugye, hát másfél, vagy szűk két héttel ezelőtt egy felkészülési mérkőzést, ami után azt mondtad, hogy Isten igazából egyik csapat sem játszotta ki a kártyáit. Hát most mondhatom, hogy ti nyugodtan kijátszottátok volna akkor. Milyen mese számít az? Hát Temes Bendet kijátszotta magát, mert remekül játszott egyébként azon a mérkőzésen. Nagyon most már nincs mit kijátszanunk, mert tulajdonképpen arra kell nagyon komoly energiát fektetnünk, hogy akár Valfis Mercedes, Kodi Mendi szélső pozíciókban, kapuban nagyon-nagyon stabilak legyünk, és szép szorgos hangja módjára azok a játékosok, akik ebben a rendszerben most beleérkeznek, azok nagyon fegyelmezetten természetesen ezekkel a játékosokkal együtt játszanak. Az biztos, hogy agresszivitásban, védekezésben mondtam, hogy most ilyen rossz lányokra van szükség, tehát ilyen túlzottan, így van, tehát nekünk valamiben plusz kell nyújtanunk, úgyhogy a Mosonmagyaróvár mindenképpen egy nagyon agresszív játékot képvisel, ezt azért meg is tapasztaltuk az itthoni tornán, és még bőven nem adták ki magukból azt, ami bennük van. Mindenre fel fogunk készülni, nyilván a nyitott védekezésükre, akár arra, hogy zárt falat fognak védekezni. Ott is voltak változások. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest azért erősödött a Mosonmagyaróvár. Úgyhogy előre megmondani, hogy ki milyen taktikai variációkat fog játszani, hát én megmondom őszintén, én még teljes mértékben nem tudom, viszont gyakorlunk már olyan dolgokat, amit célzottan rájuk gyakoroljuk. Milyen lesz egyébként ez a bajnokság, hogy látod? Ha jól emlékszem, akkor tavaly azt mondtad itt a stúdióban, hogy a tavalyi lesz minden idők legerősebb magyar bajnoksága. Hát ahogy néztem az igazolásokat, nem lett gyengébb a bajnokság. Hát ez semmiképpen sem mondható. Én azt gondolom, hogy az első négy csapat, Győr, Ferencváros, Siófok és Érd csapata, mindenképpen egy nagyon komoly játékos kerettel rendelkező csapatok, és rengeteg rutinos klasszis játékossal, akár hazai, akár nemzetközi szinten. Egy kicsit talán mondhatom azt, hogy a Siófok talán még erősödött is a tavalyi évhez képest. Meglátjuk. Mi azt gondolom, hogy nem ebben a körben fogunk tudni most beleszólni. És innentől kezdve az összes többi csapat, Debrecen, Vác, Kisvárda, akikkel ugye mindjárt az elején fogunk találkozni, Dunaújváros, MTK, én azt gondolom, hogy ők is minden évben jól erősítenek, ott picit is volt egy előre. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen most elmondtuk, azért a Békés Csaba otthon mindig erős, Mosonmagyaróvár, ugye mi is, tehát
Azt gondolom, hogy a 6-tól a 12-13. Helyig bármi előfordulhat, nagyon-nagyon kiegyenlítettek a csapatok. És hát ugye például a Szombathely is összeszedett olyan játékosokat, akik mögött azért komoly NB1-es rutin áll. Így van. Hát sok fehérvári volt játékos lesz felfedezhető, úgyhogy ő nekik egy komoly első soruk van, nagyon sok rutinos játékos, ahogy te is mondtad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden mérkőzés egy teljesen nyitott mérkőzés, akár itthon, akár idegenben. Nem megbántva őket, de a Szent István lehet idén a pofozógép, a lyukas csapat, amely az Eger volt legutóbb? Igen. Ők azt gondolom, hogy próbálnak azokra építeni, akik a feljutást kivívták, és most vagy anyagilag, vagy teljesen más szempontok szerint én nem nagyon hallottam, hogy extra igazolásokat tudtak volna végrehajtani, úgyhogy ők belekóstolnak az NB1-be. Jó egyébként ez a létszám, ez a 14 csapat, hogy azért most már tényleg azt lehet látni, hogy 13 úgy nagyjából megvan, de mindig van legalább egy olyan csapat, sőt ugye volt 2 évvel ezelőtt 2 is, amelyik zongorázni lehetett a különbséget a többi csapat között. Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz bekerülni egyrészt anyagi feltételekben, akár az első 4-be, első 5-6-ba olyan mértékű robbanás történt a játékosok fizetésében, elvárásaiban, hogy én azt gondolom, ez már követhetetlen. Egyáltalán a középmezőnyt fenntartani játékos kerettel és óriási erőfeszítéseket igényel. És azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy a játéktudás nincs is tulajdonképpen mindig arányaiban az elvárandó, még akár a menedzsment vagy menedzserek által felsófolt árakkal, hiszen mindenki tudja, hogy Magyarországon extra lehetőségek vannak, és mindenki ide szeretne jönni, de azért ebbe belekerül természetesen kiváló játékosok mellett nagyon sok középszerű játékos is, és azért nincs is a piacon, ezt most én is el tudom mondani, hiszen próbáltunk ugye igazolni, voltak itt próbajátékon is, de én azt gondolom, hogy akkor inkább legyen a fiatal, azok, akikben bízunk, akiket ismerünk, és akkor azok próbálják megoldani ezt a feladatot, amit szánunk nekik. Utánpótlás tekintetében mennyire vagy optimista? Ugye megint női vonalon szép nyár van mögöttünk válogatott szinten. Ugye a Győri Junior EB-t is sikerült megnyerni, U17-esek is ugye a lányok győzni tudtak. Mennyire vagy optimista? Mennyire lesz majd nekik lehetőségük arra, hogy bemutatkozzanak NB1-ben, és mondjuk stabilan tudjanak játszani? Idők folyamán, azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül egyre több csapat, hát nem is kényszerül, akár a játékos politikáját tekintve e felé fog nyúlni, mert azt gondolom, hogy ez a generáció azért váratott magára, nagyon-nagyon komoly időszak maradt ki, és azért ez mutatja, hogy jól dolgoznak az egyesületeknél. Mindenképpen fontos az, hogy azok a játékosok, akik a saját egyesületükben dolgoznak, azok kapjanak lehetőséget ott, hiszen hogyha nagyon koncentráljuk a tehetségeket, akkor el fognak veszni belőlük tehetséges játékosok. És azért itt jön ki annak az előnye, amit azért sokszor mondunk, hogy sok külföldi van a rendszerben, de azért ezeknek a játékosoknak, mivel azért többségük már felnőtt csapatban edz, ha még esetleg nem is játszott, azok ellen, a sztárok ellen kellett gyakorolnia edzésen, védekezésben, támadásban, vagy olyan extra kapusok ellen kellett gólt lőniük, hogy azért itt megvan a hozadéka, természetesen amellett, hogy azért az utánpótlásban nagyon-nagyon jól dolgoznak az edző kollégák. Akkor optimista vagy? Abszolút. A női szakág, én azt gondolom, hogy most az utóbbi évben, tavalyi évben is és idén is kitett magáért, és azért ez egy nagyon-nagyon komoly figyelemre méltó eredmény. És akkor visszakanyarod magunkhoz a Mosonmagyaróvári elleni meccssel kapcsolatban. Mennyire vagy optimista? Hát csak annak szabad lenni egy vezetőedzőnek, úgyhogy én mindig a csapatot és magamat is arra ösztönzöm, hogy én azt gondolom, nincs lehetetlen. Úgyhogy minden idegszálunkkal azon kell lenni, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, természetesen tudva azt, hogy azért ez egy nagyon komoly feladatunk lesz jövő héten. Hát ott leszünk, megmutatjuk majd, hogy sikerült ez az erőfeszítés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Jövő héten pénteken, tehát 6:30-tól a Mosonmagyaróvár ellen hazai pályán elkezdi az Albafehérvár KC szereplését a női kézilabda bajnokságban. Én köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!